Sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este a zenés nyári esték második alkalmával. Kivételesen az az eset áll fenn, amikor nem csak beleestem ebbe a köszöntő mondatba, mint Pilátusok Rédóba, hanem van egy pici személyes érintettségem is, ugyanis Mennyhárt Zsuzsi már nagyon-nagyon régi ismerősöm. És amikor ugye az ember fejéből kipattant, hogy igen, milyen jó lenne, ha eljönne, fölhívtam, és igen, mondott, hál' Istennek. Így engedjétek meg, hogy ne csak a Mennyhárt Zsuzsit mutassam be, hanem a társait is. Gergőcs Dóra. Györgyevics Dóra. Boldogi Kummer Péter. És a Zsuzsát már bemutattam. Mind a hárman az Operaház tagjai. Én úgy gondolom, hogy az a pár mondat, amit beszélgettünk annak idején, az pont elég volt nekik arra, hogy egy olyan repertoárt állítsanak össze nekünk ma estére, amit nagyon élvezni fogunk szerintem itt a templomban. Úgyhogy nem is szaporítom a szót, átadom nektek a terepet, illetve Pétert megkértem, hogy ne fogja vissza magát, mert elállták róla, hogy azért szeret egy kicsi kitekintés is tenni, hogy nem csak a zene, amit lejártunk, hanem hogy ez a zene onnan, hogy mitől lett olyan az a zene, milyen egyéb személyes kapcsolataim vannak, úgyhogy megkértem, hogy ne fogja vissza magát, úgyhogy kellemes estét kívánok. Jó estét kívánok, és még annyit szeretnék elmondani, hogyha már ilyen ennyire személyesre veszük a dolgot, hogy nem csak azért nem fogom magam majd vissza, mert parancsot kaptam, hanem a kardiológusom is azt mondta, hogy semmiképp sem fogjam vissza magam, mert nem tesz az egészségnek. Úgyhogy a koncert első részében, ha már templomban vagyunk, akkor a Johann Sebastian Bach megkerülhetetlen, és az első darab az egy orgonaszonáta lesz, amit ezzel a hármas formációban fogunk játszani. Maga a mi történetünk is egy kicsit ilyen viccesebb dolog, mert teljesen véletlen alakultunk. Egyébként 30 éve játszunk együtt az Operaházban, közel, ő még nem, de majdnem. És mi már több, tehát együtt majdnem megvan a 100. És, de nem játszottunk így hármasba. De így hármasban nem játszottunk egészen addig, ameddig a feleségemnek szülinapja nem lett, és úgy gondoltam, hogy milyen jó ajándék lenne, hogyha valami házi muzsika lenne, és akkor így összejöttünk, összejátszottunk egy darabot, ami a Haydn londoni triója volt, az egyedül olyan darabunk, amit erre a formációra eredetileg írtak, és ott kiderült, hogy ez elég jól szól. És akkor egymásra néztünk, hogy hát akkor kéne valamit kezdeni. És akkor onnantól kezdve vállaltunk koncerteket, meg a Dórika csinálja az összes átiratunkat, ami sokkal jobb, mint az eredeti darabok. Úgyhogy hallgassák szeretett az első számunk, Johann Sebastian Bach G-dur orgona szonátája. Thank you.
Két sláger jön Johann Sebastian Bachtól. Az egyik az az ária, ami mindenre jó, születésre, házasságra, temetésre, mindenhova szokták játszani. Ez a leghíresebb darabja. A másik pedig, amit rögtön utána játszunk, az pedig a D-dur zenekari szvítnek ami a Bach Hámor szvítnek az utolsó tétele, ami egy fúvola szóló darab zenekari kísérlettel, és ezt mindig el szoktuk mondani, hogy nem. Annyira két olyan fantasztikus szóló fúvolistánk van, hogy egyik se tudja eldönteni, hogy melyik legyen a szólista, úgyhogy azt találtuk ki, hogy egy kicsit ő játsza a szólót, egy kicsit ő játsza, tehát hogy együtt önöknél össze fog jönni, ha mindent jól csinálunk a dallam, de nem egy ember játsza, de olyan, ugyanolyan hangszínen játsszák, úgyhogy ha jól csináljuk, nem lehet majd hallani a váltásokat. Úgyhogy akkor először is a Mária.
következő darabnak egy, van egy nagyon aranyos története. Amikor egymással játszunk együtt, akkor megpróbálunk ugye mi is olyan darabokat választani, ami nekünk is örömet okoz. És van egy mostoha darabunk, amelyik mindig az lett a sorsa, hogy mindig ez maradt el, mert jött egy másik, vagy jött egy erőszakosabb zeneszerző, aki ránk erőltette a darabját, hogy inkább azt játsszuk ehelyett. És amit egyébként nagy örömmel eljátszottunk, de nem sikerült ezt a darabot, aki egyébként Bach kortárs, az a neve, hogy Johann Joachim Quandt, és majdnem ugyanakkor jött, mint Johann Sebastian Bach. Picit hasonló a stílus is, de az első tétel az akár kortárs zene is lehet, tehát annyira vad kromatikus részek vannak benne. Összesen 4 tétel, A második tétel az egy ilyen felelgetős tétel, tulajdonképpen egy ilyen mini fúga. A harmadik tétel az egy nagyon szép lassú tétel, a negyedik az pedig egy ilyen finále-szerű befejezés, és akkor hallgassák szeretettel a mi mostoha gyerekünket, Joachim Quandttól trió szonátát. Most játsszuk először, tehát magyarországi ős bemutató lesz. És kérjük szavazást, hogy valóban... Igen, és ha végig, ha mondják, hogy ne játsszuk többet, akkor nincs az a zeneszerző, aki...
Lehet egyébként, hogy a saját korában ám híresebb volt, mint Johann Sebastian Bach, mert a következő darab, ami most elég híres, két címszereplőnk is van, a Varázsfuvolából fogunk játszani Wolfgang Amadeus Mozart operájából, és róla is azért lehet tudni, hogy a saját korában nem ő volt ám a fővonal, hanem a Salieri, akit most annyira nem nagyon játszunk. Viszont az operába két darabja is megy, mármint az Mozartnak, és a, most két részletet fogunk eljátszani. Az egyik a papok kórusa, a másik pedig a Bojke Szápéte című ária, énekes nélkül. De nem is kell. Thank you.
Következő szintén egy opera részlet, Mászkányi parasztbecsületének az intermezzója, és egyébként ez egy annyira híres darab, hogy ez filmzeneként is ismert, hogyha látták a Keresztapának a harmadik részét, a legvégén, amikor van a színházi jelenet, amikor is lelövik a Keresztapának a lányát, akkor pontosan ez megy ott az operába, ez a darab. Most jön az én kedvencem, Grieg Pergün szvitjéből az Anitra táncát fogjuk játszani, szintén Dórinak a legjobb átirata. Reméljük, hogy nem rontjuk el. Thank you.
Ha már operába jöttünk, akkor balettet is kell játszani, mert nekünk az is dolgunk ott. Úgyhogy Léo Delib Lakmé című operájából játszunk először egy világduettet, és utána pedig egy a Szilvia című balettből egy picikáti tételt. Majd azt ajánlom, hogy csukják be a szemüket a másodiknál, és képzeljék el ezeket a 20 kilós balerinákat, ahogy a körmükön állnak, és így tipegnek, mert ez ilyen zene lesz.
Mondjál valamit, ez a te kedvenced. Hát nem tudom, hogy látták-e az Up című Disney, lehet, hogy Pixar. Fel. Fel, az volt a címe. És volt benne egy jelenet, amikor bemutatták az idősebb házaspárnak az egész életútját, a házasságtól, megismerkedéstől, mindjárt elsírom magam, a házasság, szóval az egész életüket, és aztán a hölgy meghalt, és ez akkor megy ez a zene, és én annyira szeretem, és muszáj volt, hogy eljátsszuk most igen. Nagyon szeretem, és egyébként esküvőkön szokták játszani, tehát muszáj volt átérni, és amúgy szeretem. Egyébként egy kerényébe. Következő szintén nagy kedvencem, ez a Polar Express című filmből való zene, és arról szól, hogy a kisfiú, amikor felnő, akkor már nem hisz, és azért megszűnik a karácsony neki és az egész életében a hit. És ennek a számnak az a címe, hogy Believe, tehát hogy hit. Tehát, hogy addig, amíg hiszünk, addig van az életnek értelme, és gyerekek maradhatunk, és a csoda megtörténik tulajdonképpen. Erről szól. Thank you.
polkát fogunk játszani. Ez is a Johannes Joseph Strauss Pizzicato polka című, szerintem egy nagyon vicces darabja. Tehát, hogy próbálják elképzelni, hogy a bécsi császári királyi udvarban megszólal egy ilyen darab, hogy az akkor milyen vagány dolog lehetett. De erre senki nem szól. Nyilvánvalóan erre már nem lehet táncolni. Tehát nem az a polka, amire, ha csak nincs a jó ritmus érzék, hogy ezt bárki le tudná követni a táncosok között, ugyanis nincs két egyforma ütem. De mi azért megpróbáljuk eljárni. Hivatalos programunk véget ér, de annyira lelkesek voltak, hogy most megajándékozzuk önöket, ha tetszik, ha nem. A Somewhere Over the Rainbow című nagy sikerű. És lehet énekelni. És lehet énekelni, sőt kell énekelni, ismerik. Mindenki. Szöveg nem kell, az kit érdekel. Énekeseknél se érteni egyébként. Thank you.
Köszönjük szépen! Köszönjük! Az igazság nehezen tudok szóhoz jutni, mert azt mondtam, hogy ő biztos olyan csinálnak, aminek nagyon fog tetszeni. Hát... Nem tudom, hogy meg tudok felelni, azt hiszem, hogy sikerült. Ide hoztam egy kis zsudigállámat, ide hoztam egy kis csokoládét nekünk. Érezhető volt, hogy szívtőlük, és Zsuzsit ismerem pályára egy régen volt. De most két új kedves ismerőssel gyakorlatilag az ismeretségi köröm, és szerintem a tiédek is. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. A köszönetnek a két apróságra az egyik, ugye a mai esti is a Zöldszél polgári kör prezentálta nekünk. Egyesület, bocsánatot kérek, néha én is hibázhatok, ahogy a Miklós szokta mondani, ez volt a mai első hibám, elnézést értem. Tehát a polgári kör ajándékát, Olivér barátomat kérem meg, hogy adja át. Köszönöm. Ez meg az én személyes ajándékom a falu nevében. És a Zsuzsinál kezdem, mert mégiscsak őt ismerem, te választhatsz. Szerintem a lilát tudja. Dóra, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Köszönöm. Egyébként legjobb barátnők vagyunk. Hány éve. És még egyszer nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igen. A kvanc. Igen. És hát mi voltunk a főkok. Ha úgy gondolják, hogy ez a főkok a jó sikerült, és fogadják gyerekük ki, akkor egy óriási megkapcsolat. Köszönjük kvánc nevében, és akkor fölkerül a műsor.